Zala, először is gratulálok, hiszen amit beszélgettünk itt a hét közepén, hogy nagyon várjátok már a rajtot, és jó erőben vagytok. Ez be is bizonyosodott, nagyon vártátok, és jó erőben vagytok. Igen, hál' Istennek, jól sikerült. Nullával hoztuk a meccset le, ez nagyon fontos volt. Lehetett volna ez több is. A győzelemmel természetesen elégedett az ember, de hát a sportoló, én is legalábbis mindig is többet és többet szeretnénk. A második harmad az nagyon vékony volt, az nagyon fájt. Abba a tempóba kellett volna végigmenni, ahogy az elsőbe hukiztunk, és a harmadikban. Az első harmadban ugye már az elején megpróbáltátok odaszögezni az ellenfelet a kapuhoz, és rengeteg helyzet volt. Akkor vártátok, hogy jöjjön a gól a második, mert az első az nagyon jól jött. Nyilván, tehát egy gól nem előny a hokiba, de kettő se, és akkor nagyon fontos lett volna, hogy ha hamarabb megvan a második, akkor szerintem akkor beszúrjuk a torkukon a kést, így azért nehéz volt, és hát az öreg hál' Istennek megint eltalálta, ahogy szokta a kékről megfelelő időben, pont akkor voltunk nyomás alatt, és akkor Sörik tartott minket életben, illetve a Lali föltette az íre a pontot. Nem is azt mondanám, hogy nyomás alatt voltunk, hanem nem járt a lábunk, nem vettük elő a fegyverünket, ami nekünk a sebesség és a munka és a fizikum, és ezért egy átlagos erőállapotú ellenfél pariba tudott velünk kerülni. Majd amikor vezetőedző mondta, hogy újra el kell kezdeni korcsolyázni, meg lábbal dolgozni, akkor azért lehetett látni, hogy ki az úr itthon. Többször láttam, hogy Stepán Lund háttal volt a jégnek és beszélt a játékosokhoz. Erről volt szó? Tehát a korcsolyázást kérte a több mozgást? Hát igen. Tehát ez volt az alap, hogy a fókusz, illetve a láb az megmaradjon, a koncentráció és a sebesség. Ha ez a kettő megvan, akkor nem lehetett gond, ezt éreztük mi is. Ugye a Sevik nagyon jól fogott, ugye a Miskolcnak azért kiváló hokistái vannak, ott azért kaphattunk volna gólt, és akkor lehet, hogy Egálnál akkor nehezebb lett volna ez a meccs. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy 40 percig hokiztunk, és végig kontroll alatt volt a játék. Mondom, ott egy kis melegség volt a második harmadban, de úrrá lettünk a helyzeten, és így nem volt hál' Istennek probléma. Akkor, amikor a mérkőzés előtt még beszélgettünk többekkel, azt mondták, hogy majd kíváncsiak, hogy hogyan alakul a hátvédsor, hogyan alakul a védekezésünk. Hát most bizonyított a csapat, hiszen nullával hoztátok le meccset. Igen, hát itt ez nagyon érdekes volt, ugye a Mestyán Pista élete első éles meccse volt hátvédben, és szerintem nagyon jól játszott az István. Ugye egyértelműen a csatárerények megvannak benne, ugye jó korcsolyázik, fölismeri hozni a korongot, amit neki most úgy még meg kell tanulni, és nyilván a meccsre jobbá fog válni ez a távolság, a támadó alakzata, ellenfél támadó alakzata és az ő védekezési pozíciója, illetve hát olyan hátvéd különlegességek, ami ugye nem egy csatár erény, ezeket meg kell tanulni, a saját harmadunkban a védekező oldalon maradni, tehát a ellenfél játékosa és a kapunk között, ezekhez idő kell, de nyilván bízunk benne, különben nem lett volna benne a legjobb hatba, illetve hát a mai meccsen bizonyította, hogy rangadón is megállja a helyét, remélem, hogy napról napra ő is jobbá fog válni ebbe az új szerepkörben. Azt tudjuk rólad, hogy maximalista vagy, és amikor nem jön össze minden, akkor idegesebben fekszel le. Ma hogy fogsz aludni? Jól fogok aludni, csak biztos nehezen alszom el, mert ez nem változott a játékos pozícióhoz, hogy az adrenalin felszalad, csak én le se tudom vezetni, csak maximum nézem a meccset közelebbről. Lajos, először is gratulálok. A mérkőzés előtt én elmondtam azt, amikor találkoztunk ugye a sajtótájékoztató után, hogy milyen jó erőben vagy, és mondtad, hogy utoljára 10-12 évvel ezelőtt érezted magad így. Hát rettenetesen jól játszottál. Hát köszönöm szépen. Hát ez köszönhető ennek ezen a nyári felkészülésnek. Ugye az edző való igaz, hogy nem sokat volt itt, de személyre, tehát mindenkinek odaadta a nyári programot, ami egy ilyen teszttel zárult, amikor ő megjött. Hát keményen megdolgoztunk életen, úgy gondolom nyáron, hogy fizikálisan ott legyünk a topon. Nem csak én, hanem a csapat száz, tehát mindenki, aki ebben a csapatban játszik. A meccsről annyit, hogy körülbelül ilyenre számítottunk, hogy ugye négy hétig folyamatosan nagyon kemény munka alatt voltunk tehát a csapat tagjai. Ez egy kicsit látszott, hogy attól függetlenül jól kezdtünk, és a másokkal egy kicsit megtorpant, ugye volt oda-vissza a kiállítások, egy kicsit úgy átrátották a játékot, de úgy gondolom, hogy azért a 33-ban sikerült a harmadik gól a pontot, az íra pontot föltennünk, bocsánat.
Én azt gondolom, hogy mindig csapatmunkáról beszélünk, de most a te játékodat szeretném kiemelni, hiszen nagyon a stabilitást adta hátul a csapatnak, és ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez látványos volt. Hát köszönöm szépen, hogyha így, én nem tudom, mert nem látom magam kintről, tehát ezt ti látjátok. Hát igyekszem, tehát így lehúzzuk a rólót hátul, ha kell. Azért kellett ahhoz egy nagyon jó kapus teljesítmény is, azért ugye a Petyó részéről. És az első, bocsánat, hogy elveszem a mikrofon, de az első harmadban már próbálkoztál egy távoli bombával. Aztán nem tudom, hogy akkor erővel fogtad meg az ötöt, hogy ketté tört. Ketté tört, mint a Ropi. Igen, akkor éreztem, hogy azért ebből lesz más is. A második harmadban viszont az parádés volt. Igen, tehát az a Pau Kati nagyon szépen megcsinálta a helyzetet tulajdonképpen. Annak volt köszönhető, hogy eredményes tudtam lenni. Egyébként az edzőmeccsen már megbeszéltük, hogy ezt így fogjuk erőltetni. Hál' Istennek, hogy azért az Ati olyan ember, aki úgy észreveszi a társát, hogy jobb helyzetben van. Egyébként az, hogy a Miskolc ellen sikerült itt itthon először nyerni, és ugye nullával lehozni a mérkőzést, mondják, hogy 4 csapat az, amelyik majd úgy játszhatja a rangadókat. Te hogy érzed, mennyire fontos az indulás? Hát én úgy gondolom, hogy azért az nagyon fontos. Tehát, hogy most beragadunk 2-3 meccsre, úgyhogy mondom, eredménytelenek vagyunk, azért az kicsit gáz. Tehát, hogy úgyhogy mi vagyunk a liga védői. Tehát nyilvánvaló, hogy mindenki minket akar megverni, ez egy teljesen egészséges dolog. Valószínűleg tart, hát hosszú a szezon. Tehát meglátjuk. Igen, egy indulásnál nehéz ezt felfogni. Igen, de kellett ez a jó kezdés. Úgy gondolom, egy alaphangot megadott. Holnap ugye folytatjuk, ugye Ferencvároshoz látogatunk. Nehéz lesz. Hát kívánom azért, hogy ott is legyen sikerélmény. Nagyon szépen köszönjük.